kedves vendégeim! Kaptam az előbb egy nagyon enyhe jelzést, hogy röviden megnyitom a kiállítást. Én ezt be fogom tartani, ezt hiszem. Ezért egy kicsit beszélek, jó? Baraponyi Károly professzor urat nagyon régóta ismerem, bár ismeretségünk sok helyen egyoldalú volt. Én ismertem őt, azt hiszem nem tudta, hogy én ki vagyok. De ez nem baj, ez egy nagyon jó volt részemről, nem kellemes volt úgy is, de így sokkal jobb, hogy most már egy ideje fotós barátomként is tisztelhetem. Én az elmúlt évtizedekben úgy ismertem őt meg, hogy rendkívül nyugodt, optimista, mindig vidám személyiség. És ez úgy kell, hogy azért kell, hogy beszéljek a képei előtt erről, mert a képeken pontosan ezt látom. Tehát amit én megismertem belőle eddig, azok pontosan így működnek fényképezés közben is. Tehát ő bármit fényképezett, az itt látható képeket is, mikor készítette, valószínűleg végig az optimizmus, a vidámság és a nyugalom volt benne. És ilyen szellemben a képei jó komponáltak, ugye utazás közben készültek, ahogy hallottuk, és hát ezt, aki szokott társas utakon részt venni, pontosan tudja, hogy ez nem egy ideális fotós tevékenység, hogy mindig figyelni kell, hogy ne maradjunk le, veszélyben ne kell eredni, hogy ez is egy fontos dolog. És hát ez a Meheti Fotoklubból származó szlogen, persze kívül nem könnyű, ez csak vicc, ezt mindenki tudja, hogy sokkal nehezebb, mint itt van fényképezni. És ennek ellenére ezek a képek szépek, kicsit lődre veszem. Közben ide sokta Károly látvállalta. De nem egy egyszerű turista fotó, aki millió számra készül naponta. Bár beinte mondhatom, hogy a látás módja, a megfontoltság, a komponálás, akár kitermányos bentek alatt, hogy benne van minden képen. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elhoztad nekünk ezeket a képeket, és mindannyian egy kicsit a vetítés alatt, és most a képek előtt állva eljutunk Dél-Afrikába. Többségük valószínűleg a valóságban úgysem, így viszont a veszélyek és a nehézségek nélkül kaptuk ezt az élményt, és kívánom önöknek, hogy a képeket elnézve éljék át újra előadáson kapott jó hangulatot is, és én sok szeretettel gratulálok a képeket. Zemmelki Enikást megmutam. Kedves kollégák, kedves barátaim, mondtam még is. Én nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és nagyon szeretném megköszönni a segítséget, amit néhány kollégától kaptam. Gábortól egy vállalta a megnyitást, Tám Lászlónak segített a válogatásban, ez a saját felvételeiből válogatni. Szarka és Szarka Veronikának és a kollégának az installációnak, Holégi Lacinak, aki szintén az installációban segített. Külön örömmel szolgált, hogy ez az első eset, hogy a két leányom és a csatorna aprólékai is itt vannak, és végre végignézték egy vetítésünknek a külföldi utazásukra, ami ők már nagyon régen foglalkoztak. Úgyhogy még egyszer köszönöm. Itt voltatok, ő szeretettel meghívunk benneteket egy fogácsára, kocintásra, beszélgetésre, szabad foglalkozásra, hát szabad nem használni. Képeket is beidézzük szeretettel. Köszönöm.